Számomra egy jó természetfotó a dokumentalista eszközökkel elkészített művészi alkotás. Mit jelent ez, amikor egy felvételnél a készítő nincs ott, és csak a pixeleket látjuk a falon, akkor én azt szeretem, hogyha tudunk vele közvetíteni érzéseket, hőmérsékletet, drámát, olyan dolgokat, amiket nagyon nehéz néhány bittel kifejezni, hiszen megvan, nagyon korlátozottak azok a lehetőségek, amivel át tudjuk adni ezt az érzést. Hogy mire gondolok például, az előbb láttam itt kiugorni egy halat, és ilyenkor elég jó eséllyel esténként az álmomba beleszövöm azt, hogy én ebbe a csatornába jövök, megyek, nem csónakkal, hanem belesüllyedve, szemmagasságba figyelem a dolgokat, és egy ilyen álomvilágban, egy tiszta vízbe látom, hogy alul úszkálnak a halak, fölül összeborulnak a fák, a háttérbe változatosság kedvéért legyenek csillagok, mert azt nehezebb fényképezni, vízbe vízipók, az ágokon csodapók beszélget egymással. Hogyha az álom után felébrednék, és mondjuk egy festőművész vagy egy rajzmester lennék, akkor egy óra alatt tudnék valami olyasmit kreálni, ami az álmaimat megmutatja. De mert természetfotós vagyok, így legalább 2-3 hónap, amíg egy ilyen vizuális élményt tudok közvetíteni. Rengeteg fizikai problémát, feladatot meg kell fogalmazni, azoknak a megoldását. Etológiailag nagyon fel kell készülni, egy rendkívül hosszadalmas és egyébként izgalmas dolog ilyen képet elkészíteni. Legtöbbször az nem sikerül, hanem van egy terv, és a végén jelentősen más jön ki a gépből, de általában ezek sokkal jobbak, mint az álmok, hogyha az ember eléggé kitartó. A zsűrizés az ennek az ellenkezője, mert amíg az ember fotózással foglalkozik, szép képeket készít, ezeknek a történeteit, kulisszatitkait elmeseli, mindenki szereti, aztán amikor elkezdi másoknak a képeit értékelni, akkor mindenki utálja, mert hát mindenki abban a hiszembe küldi el a képét, hogy az övé a legjobb, vagy legalábbis valamilyen eredményt szeretne elérni, tehát a legjobb képei vannak ott, és akkor kap egy rossz pontot, akkor lehet a zsűritagoknak, maguknak az ellenségeket gyűjteni. Ugye emiatt én nagyon hárítom magamról azt, hogy zsűriben szerepeljek. De Gál Péter, aki már 10 éve kínoz azzal, hogy Varázslatos Magyarországban zsűrizzek, valamilyen módon mégis megoldást talált erre, és kérte is, hogy fejtsen ki bővebben, hogy mi alapján pontozok, hiszen a Varázslatos Magyarországban 0-tól, talán 1-től, mert ilyen pontot sem adtam soha, 10-ig lehet pontozni. Hát én alapvetően 3 ujjamat használom, a középső ujjam az mindig az 5-ös gombon van, a mutató az a 6-oson, és a gyűrűs az pedig a 4-esen. És az azt jelenti, hogy én azt már nagyon nagyra értékelem, hogyha valaki egy fényképezőgépet vesz a kezébe, és tisztelettel, figyelve a természet rezdenéseit, kimegy, megörökíti, feltölti, másoknak megmutatja, ez nálam már 5 pont. Hogyha ezt megteszi úgy, hogy a kép éles, szépen felismerhető a téma, kompozíció viszonylag jó, akkor már megengedek egy 6 pontot, és 7 ponttól kezdődnek az érdekességek, az a szint, amit már a saját gépemen is szívesen tárolnék, 8-ra már irigy vagyok, és 9 pontot azt jól tudom, még egyszer sem adtam, 10 pont meg ugye nem létezik. 5-től lefelé az már inkább egy jelzés, hogy a 4 pontot érő kép számomra az már inkább jobb lett volna, hogyha el sem küldi a páciens. A 3-as az már szinte egy büntetés, és ha jól tudom, 2-est nem adtam sose. Én nem szeretnék pontokban kifejezni olyasmi dolgot, ami számomra az egy megtiszteltetés, amikor embereknek a képeiről véleményt mondhatok, és látom azt, hogy egy ilyen közösségbe tartozhatunk. Úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, bár magam ellen beszélek, mert akkor még több képet kell zsűrizzek, hogy járjon nyitott szemmel, vegye elő a fényképezőgépét, a telefonját, most már ezzel is lehet pályázni, és töltse fel a jobbnál jobb képeit, mert ez lehet az alapja annak, hogy a nagy közönségnek is megmutassuk, hogy mennyi természeti értékünk van Magyarországon.